Műanyag flakonokból készülnek a madáretetők az Óbecsei Szever Gyurkígy általános iskola 1-1-es osztályában. A diákok már azt is megtanulták, miért fontos télen gondoskodni a madarakról. Azért, hogy megegyék a kártevőket és a rovarokat, meg hogy ne pusztuljanak el, mert akkor a szúnyogok minket meg fognak minden felé csípkodni. Etetni fogom, ha anya vesz madár ennivalót, vagy anilátuk hérek, és de otthon tartani fogom a madarat, és etetni is. A gyerekek újrahasznosított anyagokból készítették a madáretetőket. Az Ökobecse Polgári Egyesület már 7. éve tart ilyen foglalkozásokat a gyerekeknek. Fontos, hogy a gyerekeknek a kézügyességét fejlesszük, megtanulnak gondoskodni az állatokról, sikerül felkelteni az érdeklődésünket, és ahogy követjük, nagyon érdekeltek és folytatják a tevékenységet. Ezeknek az elsősöknek választott tantárgyként természetvédő órájuk is van. Potrebígy Tőzsér Gabriella tanító gyakran viszi őket kirándulni is, ahol első kézből figyelhetik meg az élővilágot. Beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy mennyire fontos az odafigyelés és a biztonságérzet keltése madaraknak, hogy van, aki gondoskodik róluk, és mindemellett mi pedig viszonzásul a megfigyelés élményét kapjuk. A madáretetők végül az iskola körüli fákra kerültek. Az elsősök ezentúl a meleg tanterem ablakán keresztül is figyelhetik majd a kis madarak látogatását.